karácsonyi hangverseny, karácsony a kórházban, kormányhivatal adománya, F. Kovács Sándor ünnepi gondolatai. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 25-én 18 óra 5 perckor. Karácsonyi hangversenyre várták a város lakosait az Erkel Ferenc Művészeti Iskola diákjai. Plusz Csillával beszélgetünk a koncert részleteiről. Köszöntöm nézőnket, Plusz Csillával, a Karcagi Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai Központ igazgatójával beszélgetünk a Délini Kulturális Központban. Nagy az izgalom, hiszen már itt rendezik be fel a hangversenyhez a színpadot. Szokásos karácsonyi hangverseny, ami azért nem minden évben szokásos, mindig vannak meglepetések. Így van, mindig nagy-nagy örömmel és izgalommal készülnek a kollégák, illetve a gyerekek a karácsonyi hangversenyünkre, és mindig van valami újdonság, amivel kedveskedni szeretnénk a karcagi közönségnek. Mi lesz idén ez az újdonság? Hát most elárulom előre, ugye a hangverseny végén mindig a csendesét együtt a közönséggel énekeljük, és mindig sok-sok gyerek van a színpadon, és ének szó. Most a hangszereseké lesz az első szerep, és méghozzá a pedagógusok fognak fölállni a színpadon, és ők fogják játszani a csendesét, és majd a közönség úgy fog hozzájuk kapcsolódni, illetve csatlakozni. Itt azért picik, kicsik, tehát akik most kezdték a zeneiskolát, azok, akik már azért rangos versenyeket nyertek, és ilyenkor azért mindenki összejön, és mindenki egy picit elcsendesedik. Ez így van, hiszen ilyenkor a várakozás időszakában egy kicsikét befelé fordulunk, egy kicsikét nyugalmasabbak vagyunk, és próbálunk koncentrálni az ünnepekre, hogy azt nyugodt lelkülettel tudjuk eltölteni. Nagyon fontos számunkra az is, hogy kapcsolatot tartsunk más intézményekkel, és ez most a karácsonyi hangversenyen is megmutatkozik, hiszen most a karácsonyi hangversenyünk vendégei a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti tagintézményének az óvodásai, illetve az ő szüleik. Az egyik záró produkció a magánének tanszak, illetve az óvodások közösen fogják előadni. Azt gondolom, hogy utána pedig mindenki egy kicsit a családjában fog eltölteni néhány napot, és utána pedig januárban újult erővel jönnek vissza, és folytatják az évet. Ez így van, hiszen egy dolgos év van mögöttünk, de ezt minden évben elmondhatjuk, és ilyenkor pedagógusok, gyerekek, szülők, mindenki várja azt, hogy egy kicsit a hajtás az lelassuljon, és meg tudjunk pihenni az év végén, és az új évet pedig kipihenten, feltöltődve, újult erővel tudjuk kezdeni. Igen, és hát ott azért még van egy 2,5 hét a fél évi bizonyítványig, tehát azért még aki szeretne javítani, az még ezt megteheti. Így van, ugye az általános iskolákban a javítások időszaka, illetve itt nálunk a művészeti iskolában ilyenkor zajlanak a fél évi tanszaki hangversenyek, ahol a gyerekek számot adnak a fél évben elsajátított tudásukról, illetve ismereteikről. Ezekre a hangversenyekre ugye mindig nagy szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket, ismerősöket, és ez mindig nagyon barátságos, családias hangulatban szokott eltelni az iskolának az Erkel termében. Köszönjük szépen, és várjuk a hangversenyt. Én is nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és Karcagváros valamennyi lakosának békés, boldog, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. A Kátai Gábor Kórház a Fenyő ünnep karácsonyi ünnepségén ünnepi műsorral készültek az óvodások és a kórház dolgozói is. Köszöntöm nézőnket, a Kátai Gábor vezetősége minden évben figyel arra is, hogy a itt dolgozók is egy kicsit hangolódjanak a karácsonyra, már föl van díszítve a fenyőfa. Nagyi László Esbert főigazgató asszonnyal beszélgetünk egy nagyon megható műsor után. Azt gondolom, hogy önnek is nehéz most egy kicsit megszólalnia. Hát igen, én is köszöntöm a televízió nézőket. Nagyon megható műsort kaptunk a Jókai úti óvoda dúdoló csoportjától. Fantasztikus volt, ahogy a gyerekek előadásában hallhattunk karácsonyi énekeket, és hát ahogy ők éreztetik a kicsi szívükből, hogy és mennyire is várják a karácsonyt, mennyire is várják az ünnepet,
hát azért az ő életükben is. Nyilván minden évben van születésnap, van névnap, és akkor is kapnak ajándékot, de maga a karácsony ünnepe, a szeretet ünnepe, a fa díszítése, és a fa alá kerülő ajándékok, hát ezekre több hetet kell várni, és kell számolni visszafelé a napokat. Nem véletlenül van adventi gyertyagyújtás már 4 héttel az ünnep előtt, és hát nem véletlenül van adventi naptár, van, aki ezt nyitogatja a gyerekek, és olyan megható volt a műsor, hogy a szokásos éves beszédünkből ki is maradtak dolgok, kimaradtak olyan beszámolók, amik a kórház életéről szóltak. Tényleg áldott békés boldog karácsonyt tudtam én is kívánni csak a dolgozóknak, akik egész évben szeretetüket a munkahelyükön átadják a minket felkereső és ellátásunkat igénybe vevő betegeknek és hozzátartozóiknak. Mi is köszönjük szépen ezt a műsort, azt gondolom, hogy mindenki feltöltődött, és újult erővel kezdhet neki annak a néhány napnak, ami még karácsonyig van, és azok a dolgozók pedig, akik bent, szenteste bent lesznek, azok pedig próbálnak majd családot pótolni azoknak, akiknek nem lesznek bent hozzátartozói az ünnepen. Én is így gondolom, illetve hát az idei év, az elmúlt 6-7 évben, illetve hát az utóbbi évtizedben az első olyan karácsony, ami 6 napos ünnep, hát az egészségügyben nyilván nem áll meg a világ, 0-24 órában biztosítani kell az ellátást, úgyhogy ezúton is ragadom meg a lehetőséget, és kérem azokat, akiknek igénybevételre van szükségük, egészségügyi ellátás igénybevételére, hogy keressék fel a honlapunkat, mert közélesztéve rendelési időt is tartunk, biztosítunk ebben a 6 napos ünnepben, és hát nyilván a sürgősségi beteg ellátás és minden osztályunkon az ügyeleti ellátás működni fog. Köszönjük szépen, és kellemes, boldog ünnepet kívánunk mindenkinek. Én is mindenkinek nagyon áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok. Szeretetben töltsék az ünnepet. Köszönöm szépen. Egy több gyermekes családot ajándékozott meg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal Karcag járási hivatala. A közelgő karácsony alkalmából tartós élelmiszereket, ruhákat és játékokat vittek a családnak. Minek az átadására került sor? Ez évben is, mint ahogy a járások megalakulása óta minden karácsony advent tájéken a járási hivatal adományt gyűjt, és 3 településen adunk át ebben az évben is adományokat, természetesen igazodva ahhoz, hogy a területet legjobban ismerő emberek segítségét kérve, itt képviselőasszonyra gondolok, Nagyné László Erzsébetre, akinek a javaslatára érkeztünk ehhez a családhoz, és átadtuk azt az ajándékot, amit az én járási hivatalom dolgozói, tisztviselői gyűjtöttek ez évben. Miket tartalmaznak a csomagok, milyen ajándékokat jutattak el a család részére? Igyekeztünk minél hasznosabb dolgokat összegyűjteni és vásárolni. Itt gondolok főként tartós élelmiszerekre, játékokra, hagymára, krumplira, olajra, cukorra, ruhaneműre, narancsra, almára. Tehát én úgy gondolom, minden olyan hasznos dolog szerepel a csomagban, ami egy család életében használható és hasznos lesz az ünnepek során. A települések között hogyan kerül kiválasztás, hogy ki az a család, nyilván itt említette, hogy a képviselő segítségét szokták kérni, akik megkapják ezeket az ajándékokat, csomagokat segítséggyanánt? Mindenféleképpen egyrészt kollégáim is segítenek benne, itt Farkasné Krisztike is segített a választásban, és a többi településen pedig a polgármestereket szoktam megkeresni, és ők adnak javaslatot, hogy ők mit látnak, hisz ők ismerik sokkal jobban. Mi igaz ügyfelekként találkozunk velük, de nem látunk bele abba a családi háttérbe, hogy ki milyen segítségre szorul, de én nagyon örülök annak, hogy lehetőség van minden évben egy-egy hátrányos helyzetű családnak néhány szép pillanatot okozni. Milyen a fogadtatás ilyenkor a családok részéről? Mi a visszajelzés? Hát én úgy gondolom, hogy kölcsönösen meghatódunk, mert mindig, tehát nagyon jelentős adomány, és én bízom benne, hogy itt is a
kedves mama örömmel fogadta a lehetőséget, hogy átvehette ezt az ajándékcsomagot. Mi alapján került kiválasztásra a család? Mit tartalmaznak ezek a csomagok? Hogyan jutott el az információhoz, hogy itt szükség lenne egy kis segítségre az ünnepek előtt? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és tiszteltel köszöntöm a televízió nézőket. A kormányhivatal vezetője, Hódos Julianna keresett meg. Nem ez az első alkalom, hogy ilyennel megkeresett. Tudja, hogy önkormányzati képviselőként egy olyan körzetrész tartozik hozzám, olyan városi rész, ahol halmozottan hátrányos helyzetű családok élnek. Nyilván ezt ő a szakmájából és kollégáin keresztül is nagyon jól tudja, ezért keresett meg, és kért tőlem javaslatot arra vonatkozóan, hogy az idei évben a kormányhivatal által gyűjtött adományokat melyik családnak kellene átadni. Én úgy tudom, hogy előzetesen környezettanulmányt is végeztek a javaslatom alapján, és hát nagyon örülök, hogy rájuk esett a választás, mert rászorulnak erre az adományra, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy ünnepi hangulatot kelt már így karácsony előtt két héttel, hogy készülhetnek a karácsonyra, úgyhogy lesz mit a fa alá tenni. Hírstúdiónkban már itt van városunk és térségünk országgyűlési képviselője, F. Kovács Sándor, akivel az ünnepi készülődésről fogunk beszélgetni. Köszöntöm képviselő urat, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat egy évvégi évértékelő interjúra. Én is nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Hogyan készül az ünnepekre? Hát az a hatalmas alvás mínusz, ami keletkezett az elmúlt fél évben, az remélem, hogy be tudom pótolni itt az ünnepek alatt, de azt látom a családon is, hogy már ilyenkor mindenki el vannak fáradva. A gyerekek, a pedagógusok, a szülők, ilyenkor már mindenki azt érzi, hogy már az utolsó tartalékokkal készül a karácsonyra, a karácsonyi nagy rohamra, hiszen összegyűl a család, főzés, karácsonyfa vásárlás, azon már szerencsére túl vagyunk. A ház körüli teendők, amik eddig elmaradtak, és azt gondolja az ember, hogy majd a két ünnep közt meg fogja csinálni, ha tudja, akkor természetesen megcsinálja. De hát milyen rohamtempóban él, azt gondolom, hogy mindenki, de azt a hangulatot, amit a karácsony majd a szenteste fog nyújtani, hogy a karácsonyfa illat, a csillagszóróknak az illata, a finom ételek, a töltött káposzta, a sültek illata, az egy olyan hangulatot fog, egy olyan emelkedett hangulatot fog elhozni, amire azért már szerintem hónapok óta várunk. És hát a gyerekek, amikor bontják a csomagokat, az ajándékokat, annál csodálatosabb dolog nincs. Én már nagyon várom, de ez az utolsó 100 méter, még addig eljutunk, ez elég nehéz. Mit kíván, mit üzen a térség lakói számára karácsonyra és az új évre? Hát nagyon nehéz, amit az ember saját magának is kíván. Békességet, nyugodalmat, a családban szeretetet, és azt kívánom, hogy jövőre is egy kicsit tudjunk előrelépni. Minden család tudjon előrelépni, egy kicsit akár anyagilag, de ahogy telik az idő, látja az ember, hogy legfontosabb az egészség és a szeretet. Én minden karcagének és a térségben lakónak jövő évre jó egészséget kívánok, nagyon sok szeretetet, amit tudjon adni is, és tudjon kapni is. Ugye ezek megvannak, ez a kettő megvan, akkor minden megvan. Én jó egészséget és nagyon sok szeretetet kívánok a jövő évre mindenkinek. Képviselő úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk. Viszont kívánom önöknek is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Áldott békés karácsonyt kívánunk minden kedves nézőnknek. Viszontlátásra!